Hát nagyon-nagyon nagy tisztelettel köszöntök mindenkit ezen a mai különösebben nem tervezett videón, ugyanis nem akartam ma filmezni. Hát valamit azért mutassak is, igaz? Szóval maradék étel, csirkemell, illetve nem, ez is csirkecombok, le vannak csontozva, lebőrözve és föl összetépve, maradék új krumpli, és itt úgy szintén fordulok, lassan kezemben van a kamera, nyakarok, a levesből kiszedett zöldség, csirkemell, és ebből elvinni, és is elvinni valót fogok készíteni. Jött két edény, itt van mellehúsa. Már mondtam, hogy minden csütörtökön érkezik egy csirke, és hát igyekszem felhasználni okosan, és hát ezt el fogom vinni majd magammal munkahelyre. Pici olaj. Próba, és akkor ezt a krumplikat, ugye ez már múltkor csináltam, megmaradt, nem akarom eldobálni. Au! Nem pröccsönt. Ajjajjajjajj! Meleg volt. Ez a kötény annyiból is jó, hogy egyrészt nem látszik a hasam, másrészt gyerekek, én mindig leforráztam a hasamat. A franc egye meg. Most itt vacakodok. Hát aztán sok beírás volt. Ugye majd igyekszem reagálni mindegyikre, most itt fejből, mert most olvastam el őket, gyerekek, annyi mindenről volt szó, hogy politikális volt, szóval stb. És hát ugye azt, amennyire lehet, mellőzik meg, főleg nem a egymásra gyerekek, nevezek egyetek, nem éri meg. Főleg nem egymást nyírjátok ott a mely, tudjátok, akik a csatornában vannak, szoktak egymásnak is írni ilyen kellemes dolgokat, hát ne tegyétek, nem kell. Na, hát szóval ezt nagyon egyszerűen akarom megoldani, nem lesz nagyon fűszerezve, hát egy nagyon pici kis bors jön ide. Ezt éjjel kettőkor szoktam enni, és hát egy pici kis kömény, minimálisan mindenből, és egy csipetnyi só, vagy elég is lesz. Jó, és akkor ez meg, ez az enyém lesz majd, ezt a tévének át sütöm, kicsit korábban fog jönni, de muszáj most csináljam, mert aztán még ugye készülődöm kell, ezeket pakoljak, ruhák, stb. És nevini való, meg még vannak különböző felszerelések, egyenruha, stb. Fürdeni kell előtte. Igyekszem, hogy ne kelljen kapkodjak, nem szeretek kapkodni. Ja, szóval ezt átpirítom, ő szereti jól megpirítva. Mondom, maradék érte, a kornisem, a szúp, leves, abból ettünk, de még holnapra is maradt belőle bőven, meg a kínai dolgok. Bőségesen marad. Jó. Ráteszem a rizst. Megfoglaljuk a zöldségeket. Szépen ropogósra, Évi úgy szereti, a nagyon ropogós. Számomra fél órán belül itt van, úgyhogy ez így belefér, hogy előre sütöttem. Jó, ezt ugye beírtesz.
Megnézzük. Őket fogom. Szintén átsütök egy kicsit. Egy kis fried rice-szerűen fogod meg. És már nem is bonyolítjuk tovább. Ennyi volt az egész, gyerekek, ezt én így elviszem a melóba. Fele, ha elfogy, akkor jó. És kész. Ez nem teszek már rá semmit. Verte még itt fokozni, borsó, szósz, szója, istenya, ilyen-olyan kínai szósz, bármi. Sem csináljuk. Oké. Hozzáom. Ezt is kiszedem. És így a maradék ételek ugye elfogynak. Alright. Hagymazöldje. Kömény. Nagyon pici bors. Éviről van szó. Nem nagyon van odaértük. Egy csipetnyi só. És egy csipetnyi piros paprika, kérem. Hús vissza. Mit szólok hozzá? Piff-puff. És kész egy komplett ebéd a Évinek. Itt hagyjuk. Jó az illat. Tessék parancsolni. Éva asszony mindjárt jön. Kap hozzá egy kis uborkasalátát. Kérem, ennyi a mai főzés. Mit szóltok hozzá? Szinte megsállítottam a kamerát, igaz? És 10 perc, 15 perc talán, ha volt. Maradék ételek. Wow. Jó lett? Remélem, igen.